mi vagyunk. Mikor az utcán átment a kedves galambok, ültek a verebekhez. Mikor gyöngéden járdára lépett, édes pokája derengbe fértett. Mikor a válla picikét rándult, egy kis fiúcska utána bámult. Lebegve lépett, már gyújt a villan, sokáig nézték, csodálták végig. Nevettek, senki se bánta, hogy ő a szívem gyökere vága. Kit ringattam, vigyázva ölben, ó, hogy aggódtam, elveszik tőlem. De vegyes kedvük szívemre rászállt, letörte ott az irigy virágszál. És ment a kedves vígan derűsen, karcsú szél hallott. Nye, mor, nye! Ho! Rádevettek, senki sem bánta, hogy ő a szívem gyökeret vára. Kit ringattam, vigyázva ölben, hogy aggódtam, elveszik tőlem. De meges kedvű szívemre rászállt, letörte ott az irigy virágszál. Csókolom a kezed, drága! Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Május van, mit jelent ez a szerelem hónapja, és önök, bocsássatok meg, ti emlékeztek, tegeződtünk még az első adások egyikén. Szóval a szerelem hónapján eszembe jutott ez a kis dalocska, hiszen pontosan 40 esztendővel ezelőtt voltam először iszonyúan szerelmes, de olyan, mint szóval az a bizonyos nagyágyú, és ennek örömére játszottam ezt a kis József Attila feldolgozású dalocskámat. Amit most láttok a képernyőn, remélem kikapcsoltátok otthon a mobiltelefon készüléketet, és nyugodtan dőjetek hátra, mert ez itt a zeneszalon Balkai Lászlóval, és, de ami a lényeg, vendégségbe jött hozzám egy műsorvezető kollégám, aki csütörtök esténként szokta szórakoztatni a kedves otthoni képernyő előtt ülő nagy érdeműt, innen a Budapest Európa Stúdió házi stúdiójából, színpadáról, Violetta. Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és szinte most meúzni fogod a Balkai Zeneszalont, ahogy én szoktam vendéged lenni a Diridári műsorban, amikor a K.O. Lacival együtt szoktatok iszonyú dalokat remekelni, és külön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm, aki már volt vendégem nagyon sokszor más műsorokban, itt a Budapest Európa Televízió stúdiójából, Hörhel Lászlót, vagy ahogy másként ismeritek, a gitártörőt. Itt azért hadd tegyem hozzá rögtön zárójelbe, és annyi műhelytitkot hadd áruljak el nektek, hogy itt az élő adás izgalmas percei előtt bizony volt egy kis vitánk, hogy mit szabad élő adásban megtenni, és mit nem szabad megtenni. Ezt a bizonyos legendát, a gitártörés, meg a pisztollyal mutogatást élő adásban, mivel nincsen kint a 18-as karika, és nem is szeretnénk, hogy kint legyen, hiszen ez mindenkinek szóló műsor, ezért ezt most nem lehet bemutatni, de majd másfajta trükköt fogunk alkalmazni, Laci, úgyhogy ne aggódj, ami késik, nem múlik. Viszont drága Violettám, öröm számomra, hogy eljöttél, és rögtön hagy avassalak téged a Budapest Európa Televízió királynőjévé, mint egy gyönyörű Afrodité, akinek a műsoraiban K.O. vagyok, már nem én vagyok a K.O. Laci, bár Lacinak hívnak, de annyira kiszoktál ütni a megjelenéseddel, a tehetségeddel, az előadó stílusoddal,
hogy most örömmel és nagyon jó néven vettem, és megtisztelve érzem magam, hogy most elfogadtad a meghívást, és eljöttél a műsoromból, hogy kicsit emeld ennek a fényét. Hát nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor királynő lettem? Abszolút. Igen. Gyönyörű királynő lettél, és emlékszem, voltak olyan adásaink, amiben én szerepeltem nálad, amikor külön hozzád írt szerelmes dalokat játszottam, és úgy kezdtem ezt a ma esti adást is, hogy 40 esztendeje voltam szerelmes idáig, mert most megint rád néztem, és most újból szerelmes vagyok. Köszönöm szépen, igen, én is 40 esztendeje voltam, mondjuk kb. Szerelmes, ugye Balkai Laciba, üdvözöllek, drága is, szerelmem. Is, nem? 40 évvel ezelőtt, igen, Pelét voltam szerelmes, előtte egy másik Laciba voltam szerelmes, üdvözöllek, Laci, az első szerelmemet. Köszönöm, hogy eljöttél. És nagyon szépen köszönöm, hogy királynővé avattál, ugye a Budapest Európa Televízió. Afrodité. Tehát és mint Afrodité, tehát a szerelem istennőjéként szeretnék, ugye akkor ezek után már bemutatkozni, és nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, és hogy vagy, Laci, a saját műsorodban? Köszönöm szépen, Isten, most, hogy megkérdezted, ide is beszélek, oda is beszélek, most, hogy megkérdezted tőlem, egyre jobban érzem magam, hiszen rád nézek, és örülök, hogy valóban a vendégem vagy, és ez nem csak a szokásos tiszteletkör, amit ilyenkor illik egy hölgyel szemben, vagy egy királynővel szemben, hanem tényleg őszinte szívből szólok, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Neked is, Laci, hogy idejöttél, és elfogadtad a meghívást, és ez a műsor, ennek van egy alcíme, hogy a különböző zenei műfajok közötti berlini falat szeretnénk ledönteni. Hát igen, üdvözöllek téged, Laci, tehát nagyon örülök neki, hogy itt vagy, ugye, mint én Pádoc nőként. Sziasztok, üdvözöllek titeket. A jó Istennek, ugye, hogy X-faktorosok jó, vagyunk. Te, hát, ez lehetne az X-faktor. X-faktor külön Laci, kiadása, hiszen mind a hárman voltunk. Külön afterba, ugye, üdvözöljük Tóth. Egymás szavába vágunk, tetszenek látni. Illetve hát Gerszik Pétert is üdvözlöm, illetve hát ugye hát Szikora Robit, azt meg Pára, azt nagyon-nagyon szeretem, ő ingent adott nekem. Neked is? Igen, a Geszti Péter is, és üdvözöllek titeket, és köszönöm szépen, hogy akkor azt mondtátok, ugye kettő, igen, kettő, nem, hogy nem. Hát lényegében ugye itt van műsorom, és szerintem nagyon-nagyon jó dalokat énekeltem fel, és ide jöttem, és bemutattam ugye nektek a tudásomat, úgyhogy köszönöm Balkai Lacinak a de, mai napot. De nagyon örülök, hogy ide jöttél, és hadd mondjam el a nézőknek, hogy hogy lehet hozzánk eljutni. Először is tessék bepötyögni az internetból www.bpetv.org, és rákattintani a képernyőre, és már is lehet minket élőben nézni, illetve ismétlésként szerda este 8 órától megtekinthetik újból a mi szeretett műsorunkat, és miután te a vendégem vagy, mint műsorvezető, vagy társműsorvezető társam, Violetta, téged pedig csütörtökönként lehet élőben látni este 8 órától, és szombat este pedig remek időpontban éjszaka, hogy remek legyen a szombat, nekem nagyon jó éjszakám volt, mert néztelek, hogy remek legyen a szombat éjszaka, az ismétlést Violettával meg lehet tekinteni. Egyébként az úgynevezett szalag címen alul lehet is látni, hogy Zeneszalon Balkai László műsora, vendégek Hörkel László és P. Violetta. Aki szeretne velünk kapcsolatba lépni, az megteheti az interneten keresztül, illetve a 061-210-0649-es telefonszám, de inkább most ne tessenek telefonálni, tessenek először minket nézni, és nem utolsó sorban azért, mert most, akit a színpadra szólítok itt a Budapest Európa Televízió stúdiójában, Violetta. Köszönöm szépen, úgyhogy akkor a szerelemre születtem, ez jó lesz. Ó, ez nekem szól. Azt szeretném a tisztelt nézők felé eljuttatni, hogy igen, szerelemre születtem. Akkor kezdhetjük. Véget ért, megérintett
Köszönöm szépen, fiúk! Milyen érzés így, hogy szerelemre születtél? Beszélgessünk, próbáld nekem körbeírni, de nagyon finoman, mert élőadásban vagyok. Igen. Aj, felsegítelek. Várjatok. Hát igen, már nagyon-nagyon régen. Macikám, milyen... úriga van. Köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy, úgyhogy te is ide jöhetsz, ugye, hogy jó. Itt testőrködj itt a hátam mögött. Szóval avassuk be a nézőket, hogy milyen érzés, milyen élmények hatása alatt élsz ilyenkor, amikor előadod ezt a dalt. Nekem is kedvenc dalom egyébként. Hát én azt szeretném nektek mondani, hogy igen, a Jeszenszky Jazz Balletben jártam én is, ugye, annak idején. Uh-huh. Tehát majdnem, hogy egy idősek vagyunk Zoltán Erikával, akit innen is üdvözlök, akinél azt tanult hittem, az én lányom. Én ezt a számát neki mindig nagyon-nagyon szerettem, és ugye ihletett engem erre, mondjuk a hercegszántai diszkósunk, Juhász Jánost üdvözlöm innen, ugye egy bajai lakos, és hát ott voltunk ugye fellépni, és mindig ezt a szerelemre születtem, tehát ezt mindig ő, illetve én is nagyon-nagyon szerettünk rá táncolni. Hát a szerelem az mindig jól jön, az én szívemet azt mindig felemeli, és a kisugárzás, és a többi. Tehát én nagyon szeretek szerelmes lenni, ha kell, nagyon-nagyon sok plátói szerelmem van. Uh-huh. Igazi szerelemre még úgy igazából egyszer találtam rá az életembe. A elleges kapcsolatomnál, az egy gyönyörű szép szőke, fehérbőrű, kékszemű fiatalember volt. Annyit el tudok hárulni, hogy egy örök adományt kaptam tőle, Adrienne viráglányomat, akit innen is üdvözlök, és nagyon-nagyon szeretem. És igen, az első szerelemből ő nekem fogant, és az meg is maradt. A srác az pedig elmenekült nagyon messzire, aztán megjelente, utána megmondta nekem, hogy nem tudok mit csinálni, nem mit mondjak neki. Hát mondtam neki, hogy hát valamit. Hát de azon kívül, igen, utána az felejtődött, akkor megküzdöttem egy nagyon-nagyon szép férfiért. Tehát ő is szőke kékszemű volt. Neked kellett küzdeni? Igen, egy kicsit megküzdöttem érte, mert ugyanúgy is olyan volt, hogy ő nem engem akart, hanem a másik barátnőmet. De a barátnőm az ő barátjával jött össze, és mi pedig úgy jöttünk össze, hogy csak simán barátság volt közöttünk, és abból a gyönyörű szép barátságból alakult ki egy gyönyörű szép szerelem, ami 17 évig tartott az én drága férjemmel, és hát Isten nyugtassa, ez a Sallai András Józsefről beszélek,
aki egy nagyon-nagyon rendes ember volt, tehát ő mellette végeztem el jogosítványomat, az iskoláimat és a főiskolámat is. Tehát üzletünk volt, kocsink volt, lakásunk, gyermekeink is voltak. Az ő házasságából felneveltem Salla Évát, akit hány gyermeket van? Hát az, akit én szültem, kettő. Kettő, az Adrián a Virág, és ugye az Akmansz Margaréta. És a Gréti, aki egyébként rendszeresen szokott szerepelni, és nagyon tehetséges, ifjú hölgyről van szó, hogy tessenek figyelemmel kísérni. Így van, tehát ő a lányom, és azt szeretném mondani, ugye, hogy mi azért mentünk annó annak idején, tehát így a médiába be, mert ő nagyon szeretett táncolni. Most van egy unokám, egy Simonetta unokám, 16 éves, akit puszilok és üdvözlök. Az azt mondta, hogy mama, nem kapunk jegyet, ugye a neked való délutáni műsorban szerettünk volna bejutni. Megkérdeztem, oda mentünk az RTL székházhoz, hogy mennyiért tudunk ide bejutni, és mondták, hogy sajnáljuk, de sajnos nem lehet. Csak, és jó, hát akkor hirdették, hogy lehet felvételre jelentkezni, tehát színészeket, énekeseket, stb. Én jelentkeztem, és egyből megkaptam egy gyönyörű szép feladatot, mégpedig olyat, hogy ugye Anikót képviselhettem, a Bajai Lányt, Istenes Bencét puszilom és üdvözlöm, és az ő műsorában négyszer voltam ott. Tehát én akkor kaptam a színpadon is lehetőséget énekelni, és így kezdődött ugye befelé vissza a média felé az én életem, és a lányom az pedig jött velem, a Grétikém, aki táncolt mellettem. Majd aztán ugye nagyon-nagyon szeretgettek ott, mint Energia Violetta voltam, és szeretgettek, és így befűztek az X-faktorra. Jó rendben van, elmentünk, megtanultam a van vétiketet. Ugye angolul, tehát én a magyarul azért eléggé jól tudom leénekelni. Jó, ott nem kapott a Gréti mikrofon, na jó, oké, bebuktunk, nem téma, utána visszahívtak, hogy gyertek vissza. Nagyon jól fogadtak, nagyon-nagyon nagy riportot csináltak, tehát egy istennő, tehát úgy fogadtak, hogy nekem tényleg nem kellett sorban állnom, nekem nyitva volt minden. 12 tagú zsűri előtt énekeltük el, az úgy szeretném meghálálni, mind a 12 zsűrinek folyt a könnye. Nagyon érdekes dolog, amikor felkerültünk az élő adásba, hogy akkor már sajnos a mikrofonomon nem volt hang. A Grétinek a hangját szerintem nagyon keményen kilőtték, vagy létezik, hogy 7 oktávos hangja volt, tehát mutálódott a hangja, és remek énekes lesz belőle, és üdvözöllek Tóth Gabriella, szerintem akkor ki kellett volna, hogy váltsad ugye mellőlem a Grétit, és neked tanítani, és most pedig nagyon-nagyon büszke lehetné rá, és én azt mondtam neked annó, annak idején, hogy igen, Gréti nem sokára fel fog nőni, és be fogja bizonyítani neked azt, hogy igen, ő arra termett, hogy ő belőle egy hatalmas nagy énekesnő fog válni, mindazok ellenére, hogy nem vállaltattok fölött ugye ennél a műsornál, és én azt mondom nektek, hogyha én most keresem, de tényleg keresem a előadó művészeimet, és tényleg egy tehetségkutató is vagyunk, ugye Laci? Igen. Itt mindenki eljöhet, tehát itt nincsenek zsűrik, itt nincsenek meghallgatások, hogy idejöhetsz, megmutathatod magad a nagyvilágnak, önmagadnak, és saját magadnak vagy a zsűrie, visszanézed, és én azt mondom, hogyha ide jönne egy olyan kis hölgy, akiben én érzem azt, hogy igen, ott van egy hang, akkor én őt kiválasztanám, és megtanítanám énekelni, és a legeslegnagyobb dicsőségem az lenne. Én egyedül foglalkoztam a lányommal, és itt az eredménye, na tessék, remekül énekel. És köszönöm szépen példa. A Jóistennek, dr. Brody Péternek, hogy lehetőséget kaptunk itt az Európa Televíziónál, hogy ugye a becsületünket meg tudjuk védeni, és nagyon szépen kérek mindenkit, tehát aki most ezt az előadásomat nézi, Balkai Lacival, hogy igen, fogadjatok el, mert én hiszen nem az vagyok, mint aminek lelettünk ott amortizálva, tehát itt van a Laci is. Na most nem azt mondom, hogy én örülök annak, hogy ő akkor eltört a gitárt, és stb. Mert ugye ezt nem szabad, itt is kérlek, Lacikám, hogy én nő vagyok, és nem tudom elviselni. Félek, igen, erről beszéltünk, mert más az élőadásnak és, a követelménye. Igen, ez élőadásban megyünk le, és tisztelni kell a hölgynemet, és én is ugye azt kértem, hogy Lacikám, hát most ne tudod össze a gitárodat. Én a Lacit nagyon kedveltem, és nagyon-nagyon örültem annak, hogy na végre már valaki kinyitotta a száját, és jól megmondta magáét. Én nem mertem megmondani, mivel hogy én tudtam azt, hogy én egy előadó művész vagyok, nem szerettem volna magamra halagítani az egész világot, és azt szeretném nektek mondani, hogy elnézést kérek a
családtagamtól, elnézést kérek mindenkitől, hogy igen, akkoriban úgy éreztük, hogy el kell bújnunk a nagyvilágtól, de én megmondtam nekik, hogy én úgy kerültem oda, mint színészként, hiszen én nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztam, tehát így külsősként, tehát lehet, hogy portugál filmekben is benne vagyok. Többet nem szeretnék mondani, készülök a drága, magyar nótáimra. Várjál, drága Violettán, hadd szakítsalak félbe, nyugodtan. Mert hallod ezt a nagy zajt onnan a képernyők elől? A nézők igen, már követelik, hogy zene is szóljon, igen. De mielőtt sorra kerülnő Violettán, hallgassuk meg Lacit is, hogy mi ott hoztál, illetve az lenne a következő kérdésem mindkettőtök felé, de előbb Laci válaszolj, hogy milyen volt az első, mármint nem kell félreérteni, az első dal, amit előadtál. Milyen érzés volt, milyen érzés szállt meg, mi motivált, nem akarok ilyen tudományos szavakat kérdésekbe foglalni, de mégis. Mi vitt rá erre, hiszen te, akárcsak én, hivatásos képzőművészek volnánk, tehát a Schuster maradjon a kaptafánál, gondolom ezt gondoljátok most ott a képernyők előtt, de mégis szeretünk tanulni. Mindenek előtt sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és sok szeretettel üdvözlek, drága Lacikám, Arany Lacikámi, unoka, tesók vagyunk már igen. Ezer éve, és sok szeretettel üdvözöllek, kedves Nikolett. És Violetta! Kedves Violett vagy... De milyen jó hangzik ez a név? Violett! Köszönöm szépen, Violett, igen. És én emlékszem rá, hogy Párducén Pantera, na, Párduc jellegű, cuccot brillíroztatok be az X-faktorba, úgyhogy hát örületesen kicsi ez a világ, és örületesen kicsi ez a szakma, de válaszom a Lacikám a kérdésedre. Két kérdést is a nyakamba vartál. Nos, az egyik kérdésem, hogy vajon miért bővítettem a tevékenységi körömet, tehát az eredeti szakmámat, a festészetet, a zenére, igen. Szakmával, úgymond. Nagyon egyszerű erre a magyarázat. Elegem lett abból, hogy manapság a kortárs festőnek a sorsa annyiban merül ki, tisztelet a kivételnek, hogy a mennyitóján a közönség megissza az összes bort, megeszi a és megeszi a pogácsát. De Lacikám, mielőtt folytatnád, most próbáld dalban elmondani az érzéseidet. Még egy nagyon fontos motív, kérdezhet, hogy mi érz a másik oka. Nagyon egyszerű. Én még kisgyerek koromban, amikor megláttam életemben először az Omegát és a Kóbor Jancsinak, a Mekinek azt a hatalmas sírolját, én már akkor eldöntöttem, hogy én színpadra fogok állni. Na. De számomra Meki volt mindig is a síró etalon. Jó, hát akkor most a Budapest Európa Televízió stúdiójából élőben Hölgyelvonos négyesét fogunk betolni. Na, egy szerint. Kicsit majd úgy álljál, Lacikám, a monitort közben néz. Egy kontrollunk van igen, a igen. Stúdióban, hogy lásson téged az ország. Szól a mikrofonom, gyerekek, azért. Hey. To die! Death standing behind him! Satan sent his warrior! Demons break off of hell!
Christ Outbreak of Error! The fighting hard in the massacre of the hot spot. Trail the Christ, danger dies. Trail the Christ, out through the pillar. Better born to be a toy. Clear the Christ, stranger Christ. Clear the Christ of people ever. Yeah. A műsornak van egy alcíme, hogy a különböző zenei műfajok közötti berlini falat próbáljuk szétzúzni és letörni. Hát nem tudom most ez mennyire sikerült, egy-egy tégla már kihullott abból a falból. Ne tessenek még minket kikapcsolni, mert csak most jön a java, hölgyeim és uraim. Várjatok türelemmel. Drága Violettám, mi erről a véleményed? Vitassuk meg konstruktív módon, ahogy ma szokták ezt mondani. Mert amit te képviseltél, amivel minket, hogy mondjam, a szívünkbe loptad magad, az egy kicsikét egészen más, mint ez, amit most hallottunk Lacitól. Hát igen, nekem tetszett. Na. Én ahogy itt láttam ezt a fiatal embert, ugye, a gyönyörű szép jó alakjával, ugye, a gyönyörű hajával, remélem, ha levágod, majd nekem adod, csináltatok belőle egy ilyen... Nem fogom levágni, nem? Így fogom letemetni. Én szerintem nagyon-nagyon remek, amit csináltál, és én azt mondom, hogy átjutottál 5x-el. Tehát én azt mondom, hogy nagyon szuperül csinálod, és tényleg a Kóbor Jani, tehát üdvözöllek, Kóbor János, nagyon-nagyon jó barátom, és ugye azt mondom, hogy igen, én őt látom benne, tehát ugyanilyen frankó srácot, mint te. Kicsit Tilin koromban is ismertem, szerelmes is voltam bele, és most is szerelmes vagyok bele is. Na, most akkor... Tehát szuper vagy, szuper vagy, tehát ugye ez egy teljesen más téma. Igen, tehát én éreztem, hogy mit szeretnél kifejezni. És igen, ez a stílus is van, akinek a mindene. A mindene. Tehát, de végülis ennek a zeneszalonnak ez a lényeg, hogy különböző stílus felhozatalunk legyen, de Lacikám, most neked szól a kérdés, amit Violetta
gyönyörűen átéléssel előadott így a műsorunk elején. Ahhoz, arról neked mi a véleményed? Nekem tetszett. Tehát stílusán belül egy korrekt, igencsak minőségi produkció volt, és ez nagyon fontos, ezt hozzátennem, hogy minden produktumot csak a saját műfaján belül, csak a saját stílusán belül van értelme értékelni, tesztelni, meózni, minősíteni, úgyhogy a maga nemében jó. Tőlem ugyan távol áll, de ez még nem írja felül azt, hogy a műfaján belül nagyon jó, amit csináltál. Köszönöm szépen, és nekem is tetszik a tiéd, tehát én na, szerintem remek, és úgy látszik, igen, nagyon szépen, van amelyik köszönjük. Embernek én tetszem, van amelyiknek te, van amelyiknek ugye a Laci, tehát én azt mondom, hogy ez a műfaj is, ugye, amit ő csinált, ez egy olyan dolog, ugye, hogy néztem, és úgy gondolkoztam, és ez azt mondom, hogy ez is belefér, tehát ebben a hölgyeim és uraim, a Budapest Európa Televízió stúdiójából a Zeneszalon című műsort látják Balkai Lászlóval, aminek műsorvezető társ vendégem van Violetta, illetve a másik sztárvendégünk Hörchen László. Két külön performance-t, én ezt így hívom, mert hiszen annyira összművészeti volt mind a kettőtök produkciója, de ezt majd a kedves nézők döntsétek el. Neked most annyi. Mert most következik egy olyan dal, amitől a Balkai László lett. Azt hiszem kettőtök között vagyok. Dalban is, előadásban is. Ez is egy választék a nézőknek. Igen, köszönjük. Szöget kivett őrkabát, a csillagágon csillag, a berúgod a képet, a benzin közben élvezett a hegymus kanyar dallamát. Hátra fésű, sűrű haj, a fars ebben a fésű, a szatyorban a priszli, a gyerekben a csajszi, tűzöl, mint a tűzmadár. Téri motor király, a kedves ne oldalán szomorúan áll. A nap meg téri motor király, a haveroknak többé soha nem tudál. A nap meg téri motor király, álmaiban mindig a csillagokig száll. A nap meg téri motor király, a zöldséges ez ma már ő is soroknál. Kibördül a fényes nap, egy Hondán zúg az álom. Venni azt erre, és akkor veszed észre, a feleséget szorítod csak. Ma a sofridén állok én, a gyereknek csak játék. Töröld le a port, és vedd ki a motort, hogy eltemessék le mellé. Az a nap megtéri motor király, a kedves neje oldalán szomorúan áll. A nap megtéri motor király, a haverokra többé soha nem tudál. A nap megtéri motor király, álmaiban mindig a csillagokig száll, a megtéri motor király. Zöldségeshez ma már, ő is bottal jár. Ez volt a napfegytéri motor király, hölgyeim és uraim, innen a Zeneszalomból, a Budapest Európa Televízió stúdiójából. Ne feledjétek, www.bpetv.org, így lehet minket élőben nézni, most vasárnap este, illetve az ismétlés szerda este, és aki most fog következni, műsorvezető kollégám, társmű riválisom, szabad ilyet mondani egy hölgynek? Nem, vagyok riválisok. Violetta fog következni egy gyönyörű, szép, szerelmes dallal, és még egy jó egy és egy negyed órán keresztül lehet minket, és többek között Violettát is figyelemmel kísérni. Jó estét kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Tehát lehet nálam is jelentkezni, telefonszámom 0630 479 63 52, és szeretettel várok titeket csütörtökönként a Diridárés műsoromba. Tehát ez egy nagyon-nagyon remek műsor, bármilyen stílusra jöhettek. És most mi szépet fogsz nekünk előadni, hogy olvadjunk tovább? Nem tudom, már éppenséggel mit szeretnéd hallani. Te mit szeretnél? Mulatos legyen, vagy legyen az Ómiszter alkohol? Az jó. Ómiszter alkohol? Ómiszter. Játszhatsz egy eredeti udvarias tömeggyilkos sláger, mondjuk a...
Rock'n'roll-et kaphatnék? Lekíséred akkor ezzel a gitáron? Mert énekelek egy rock'n'roll-t neki. Te pedig a Mr. Alkohol. Jó, rendben van. Akkor én most Nacikám, mind a kettő Nacinak elénekelem, hogy ó, Mr. Alkohol. És hát nektek is küldöm szeretettel. Jó hideg sör. Jó hideg sör mellé. Semmi nincs, nekem már ne ígér, hogy megváltozol, bánatomra szép fiú, ismered már jól, mert néha jó veled, ezt nem tagadhatom, de addig hiszeleksz, még nem tudom. Köszönjük szépen! Jó lett a... Köszönöm szépen, én is! Ez a zene, ez a szám, ez már szinte a védjegyevé vált, nem? Védjegyevé! Hogy mondjátok már ki érted? Védjegyevé! Belesültem, van szava vagyok tőle. Védjegyedé. Igen. A brandi jegyedé. Brandi jegyedé. Jaj, várjatok! Bocsáss meg, föl sem hittem. Álljatok le! Ez a szoknya, ez már nem működik. Dehogy nem, Isten ilyen nézel ki, mint mindig. Jó, így van, megerősítem Lacikát, így van. Úgyhogy köszönöm. Jó a stylistot, kedves Violett. Violettám, hogy választod ki egy-egy adott műsorra a zeneszámaidat, hogy mi az, amit úgy meg szeretnél osztani a kedves nézőkkel? Hát könnyű, mert ugye összesen van 5 vagy 6 dalom, vagy 7, tehát nincs több. Élőben igen, hogyha egy gitárral vagy mondjuk nekisértek, akkor hát tudok állni egy-két gyönyörű szép. De most nem a ma estére gondolok, ja, hanem hogy általában milyen repertoárod van? Hát én nekem minden stílusban van repertoárom, tehát én A-tól Z-ig énekelek minden operettet, operát, musicalt, rock'n'rollt, mindent, tehát a lírai dal, a mulatós, tehát egy igazi sztár szerintem minden műfajba ki tudja magát próbálni, és minden műfajt tud énekelni. Na most, hogy mondtad, hogy sztár, te milyen, óvatatlan meg kell kérdeznem, hogy milyen szintű előadónak tartod magad? Vagy hol helyezkedsz el a mai nagyon széles skálán? Most azt hiszem, hogy elérkeztem arra a pontra, hogy egy kicsikét úgy feljebb jutottam, hiszen egy hakme találkozón voltunk, és üdvözlöm innen őket, és 5. éves találkozójukon én részt vehettem, sőt, be is mondták, hogy Európa televízió munkatársaként üdvözöltek engem, Simon Violettet, és egy élő cigány zenekarral, tehát énekelhettem, a nyitva van a barna asszony ablaka. Igen, és azt mondom neked, Laci, hogy minden próba nélkül, sőt, a primás ugye nem nagyon tudta hirtelen, hogy most ugye nem tudtam én sem, hogy van még egy gyorsabb szám ennél. Jó, megadtam egy hangnemet, de szerintem nagyon-nagyon jól meg tudtam csinálni, szívemből adtam át,
és azt hiszem, hogy a mulatos, a magyar nóta, tehát ez a lassú magyar nóta áll nekem a legjobban. A kesergő kicsit? Egy kicsit kesergő, igen, mivel hogy a bánat és az a sok minden, ami velem történt, ez bennem van, ezt én átérzem és szívemből adtam át, és nekem azt hiszem, hogy most pedig az a dolgom, hogy én áttérjek a magyar nóta énekesi pályámra, és szeretettel fogadjatok engem, és remélem, hogy Bangó Margit nyomdokába fogok lépni. Nagyon sokan megmondták, hogy 10 000 hang közül sincs ilyen szép hang mostanában, mint az enyém. Igen, és nagyon szépen köszönöm, és azt hiszem, hogy igen, elkezdem ezt, hogy nyitva van a Barna asszony ablaka, mert akinek bánata van, meg ilyeneket. Tehát ami tényleg a szívemhez közel áll, és szeretném azt, hogy mielőtt még elhagyom itt ezt a gyönyörű szép világot, megvédeni önmagam, és igen, bemutatni azt, amire én 3 éves koromtól készültem, és tanítottak engem. Tehát nagyon-nagyon sokan. Én nagyon-nagyon köszönöm tényleg a Babinak, a tanáromnak, Kovács Magdának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Els Nagy Istvánnak, hiszen őtőle tanultam meg a tiszteletet a zene iránt, az, hogy igen, talpon maradni, ne engedjem magam elsöpörni. Igen, nagyon sokan el akarnak engem söpörni, de nem engedem magam, és én azt hiszem, hogy most a csúcsig fogok jutni, és nem nagyon szépen köszönöm. Nem engedjük, hogy elsöpörjenek. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagy közöttünk, és most Lacihoz szól a következő kérdésem. Ugyanezekkel a szavakkal, ahogy Violetta elmesélte, el tudnád-e mondani a te árszpoétikádat, hogy mi, ahogy édesapámat ismerte, te is, hiszen rokonok vagyunk, mikor szépen egy családi borozgatás közben megkérdezné tőled, hogy Lacika, mond, mi értelme van ennek? Egyszerűen a kérdésre a válasz. A művész így látja, és kész. Kicsit precízebben kifejtve, hát nekem a művészi filozófiám nem más, mint annak örömére, hogy gyakorlatilag egy Európában felejtett varacskos neandervölgyi rinocérosz vagyok gyakorlatilag. 15 nyilvános gitártöréssel a hátam mögött. Az én árszpoétikám úgymond nem más, mint az, hogy jobb ágyúval lőni verébre, mint légpuskával lőni rinocéroszra, és jobb Sherman tankkal lemenni a szomszéd utcába, a trafikba, netán a kocsmába, mint biciklivel elkerekezni egészen akár Hongkongig is, mint hogy jobb egy hangyabolyra ledobni egy atombombát, mint Csúzlival neki menni egy 50 milliós hadsereg. Pedig a te festményeid akar, most a nézők, várjál, a nézőknek hagyd magyarázom el a te képeidet, a te stílusod, egy hallatlan, precíz, építészetileg megkonstruált festmény sorozatod van már, életműved van. Nem is tudom, hiperrealista vagy naturalista, milyen jelzőt használják a munkastílusodra. És ezzel ellentétben, amit most is fogunk tőled látni, egy teljesen más, mindent felborítónak tűnő, hozzáteszem, de holott az nagyon is megkonstruált, amit te most is majd fogsz csinálni, de a látszatcsal és a néző azt mondja, hogy egy ilyen precíz munkásságú ember hogy vetemedhet arra, hogy itt most a földre dobja magát, és mindenféle állati hangon üvölt. Kérlek szépen, engem mindig is vonzottak a kontrasztok. Tehát azáltal valóban a nukleáris realista festői stílusom, annak örömére, hogy a nukleáris realista festészeti irányzat egyszemélyes feltalálójaként tart számon a szakma. Ez egy orbitálisan fegyelmezett, precíz és míves piktúra, gyakorlatilag a fotorealizmus és a szürrealizmusnak egy hátborzongatóan izgalmas fúziója. És az a benyomásom, hogy újabban már kezdenek komolyabban venni a momentán a festményei miatt, mert eddig még úgy felszínes olvasatra benyomás, hogy sokan engem úgy bedugtak az anarchista, terrorista, gitártörő, barbár, ön és közveszélyes, showbiznisz,
botrányhős skatujába, de miután egyre többen kezdenek, hála Istennek, tudomást venni olajfestményeimről is, ez a fajta szkepticizmus, hál' Istennek, már egy kicsikét kezd oldódni. Noha engem az érdekel a legkevésbé, hogy ki mit mond a cuccaimról. Hát én már kaptam már hideget, meleget, szóval miután én az X-faktorban újra feltaláltam a gitártörést, úgymond. De ennek marketing szempontból egy zseniális marketing húzás, mert azóta gyakorlatilag befutottam. Úgyhogy a lényeg az, hogy én... Mégiscsak jó ez a X-faktornak. Megérte. Most a zárok lettünk. A veteránok beszélgetnek itt az X-faktorról. Nem, én külön úton jutottam be az X-faktorba. Én az X-faktor dalversenybe adtam elő azt a dalt, ami majd most fog nem sokára következni. Te viszont most add elő azt a dalt, ami arról szól, hogy légy szíves, konferált. Hát ez leginkább, kérlek szépen, Haydn vonos négyesére fog hajazni ez a nóta. Katona főnök László barátomnak az egyik zseniális szösszenete. Kérlek szépen, a nóta címe egész nemes egyszerűséggel az, hogy fene vad! Fene vad! Hát meg ekkora démot nem láttam, remélem most kijött belőled a démot.
Foglalj helyet, Lacika, nyugodj meg. Nyugodj meg, jó lettem te is. De szépen fogod azt a mikrofont a kezedbe. Álljon meg a menet. Mi az imádni való egy nő, egy előadó, bocsánat, egy királynő szemszögéből? Az, hogy ő egy ellentétem, ő egy bátor ember, tehát aki ugye meri mondani, és hát tisztelettel üdvözlöm őt, hiszen ő egy nagyon-nagyon remek, tényleg azt lehet mondani, rajzművész vagy festőművész. Hát nekem van egy keresztfiam, a Kálai Hendrik, nem tudom, ismered-e, az tanár és festőművész is, tehát innen is üdvözlöm őt. Ő az én keresztfiam, és ott van Kálai András, ugye, ő is egy szobrászművész, tehát én ezekkel ugye már megküzdöttem, mikor kicsik voltak, tehát az ilyen típusú művészekkel, nekik szóval egy művész vagyok. És ugye így a gitár összetört majdnem magától, tehát itt akkor azt mondom, hogy nagyon jobb. Igen. Igen. És én csípem, amit ő csinált. Tehát én azt mondom, hogy szükségünk van rá, és igen, vigyük őt haknézni, bulizni, minden. Tehát itt az emberből kijön az a tű, ami benne van, és belőlem is kijött most az a tű, és akkor váá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  Hagyvegyem és uraim, önök a Zeneszalon műsort látják. Balkai László, Violetta, Hörcher László, a nagy triumvirátus, egykori X-faktor veteránok, most már mint kiderült. Igen. A www.bpetv.org, hogyha rátetszenek kattintani, akkor lehet minket nézni. Lacikám, a kamerák elől ne nagyon mozdulj el, légy szíves, jó, mert a stúdió rendjét. Ez is belefér ebbe az élő adásba, ez egy rendhagyó műsorunk, így május végén a szerelem hónapjának a vége felé próbálunk kicsit összerendezni a sorainkat. Most kezdődik a szerelem. Istennője megszólal. 21:02 van, ahogy az órára nézek, havasányú stílusában. Tehát még egy órán keresztül lehet minket nézni itt a Budapest Európa Televízió stúdiójából. Most úgy hirtelen Laci produkciója láttán fölvillan bennem, Violetta, a képernyő túloldalán néz minket, tegyük fel a K.O. Laci, néz minket a Bea, néz minket a Tandori, előadó művésztársunk. Ők vajon mit szólhatnak most ehhez? Két őrült, összejött a harmadik őrült el, és a negyedik őrült el, úgyhogy ez... Szerintem úgy kommentálják a szkeptikusok, hogy bezárt a Diliház. Igen, bezárt a Diliház, a Sárgaház. Na, álltok meg, a művészetben... Minden művész valahol egy kicsikét olyan, hogy ugye plusz adottságokkal van megteremtve. Várjál kicsit, Nacikám. Azt szeretném mondani, hogy minden művészben van valami plusz, ami ugye mi megkaptuk. Aki azt mondja önmagáról, hogy normális, az a nem normális, egyedül csak Jézus Krisztus normális. Én szerintem a Teremtő Atya. Itt mind a ketten, mind a hároman szerintem nagyon örültek vagyunk, és ez a normális, hogy örültek vagyunk. Nem, várjál, mert a Kodály Zoltán mondta végül is, hogy minden művészet egyfajta elmebeli állapot. Így van. Na most meddig terjed ez az elme állapot? finoman megfogalmazva, a társadalmi, mindenkori szokásos társadalmi elvárásoknak megfelelően, vagy pedig a művésznek kutya kötelessége, ahogy közös nagymamáink mondták volna, határokat feszített. Bocsi, de én még ennyit nem láttam Lacit nevetni, mint amit most mondjuk itt nevet mellettem. Hiszen én azt hiszem, hogy én egy olyan ember vagyok, hogy én tudok bánni az olyan emberekkel is, ugye, akik ki vannak idegileg, akinek nincs jó kedve, jó kedvre derítem. Tehát nekem mondjuk ez a feladatom. Mindenkinek van egy küldetése erre a földre. Az én küldetésem pedig az volt, hogy az én életemben mindig boldogság és nevetés jöjjön, bármilyen állapotban is éreztem magam. Tehát, hogyha nem volt csak egy szeret kis vajas kenyére, akkor is jól éreztem magam. Hogyha megehettem a kaviárt, vagy illetve a lazacot, akkor is jól éreztem magam. Ha csak vizet ihatok, akkor is jól érzem magam. És embernek érzem magam, és egy boldog embernek érzem magam, és köszönöm szépen, hogy itt vagyok a Földön. Jaj, mi köszönjük, és köszönjük külön, hogy eljöttél ebbe a műsorba, és most hallgassátok meg is a következő dalomat. Ez is egy X-faktoros dal volt, csak ebben a bizonyos említett. És kinek kellett a királynőrnek, nem? Hát természetesen. Köszönöm. Elmagyarázom magamat, hogy én mi vagyok. Civil Madonnának címezed? Igen.
vagyok fönt a fán. Vékony barna plé vagyok, csak csavargó sem áll alá. Csavargó sem áll alá. Még a csontom is megtöredik, földek kicsik és nagyok. Megfeszítettek pedig, hát még csak Isten sem vagyok. Hála Isten, hogy nem vagyok. Szenvedésem, mint a gyémánt, késő éjjel is vagyok. Én már eleget irgalmaztam, és irgalmazzatok. Szenvedésem, mint a gyémánt, késő éjjel is ragyog. Én már eleget irgalmaztam. Na hát ez volt a figura című dal, amely egy plé Krisztusról szól tulajdonképpen, és milyen szerencsés, hogy én nem vagyok megváltó, vagy hála Isten, hogy nem vagyok Isten, hanem csak egyszerűen egy saját bőrkötésű, hogy így fogalmazzam, élő lény. Na most jókat röhögnek a képernyő túloldalán, mert eszébe jut egy másfajta bőrkötés, de ez más dolog. Csak ide tekintett magad. Honnan tudod, hogy nem vagy Isten? Honnan tudod, hogy nem vagy Isten? Minden ember Isten teremtménye, és bennünk van egy kicsit Isten. Ebben tökéletesen igazad van. És nincs ilyen. Tehát te van. Önmagadnak vagy a saját lénye. Igen, csak ebben a diktátori dolgokat iszonyúan utálom, az uralkodói, diktátori fölös marhaságokat, tudod? Így van. Tehát egyfajta alázat kell a művészethez. Így van. De tudja az ember, hogy mit akar elérni, és mit szeretne csinálni. Igen, de te mit legyen... szeretnél csinálni? Mit akarsz most elérni ezzel, hogy itt vagy? Itt szórakoztatni. Jó kedved eríteni, szórakoztatni, és nem utolsó sorban példakedvért megmutatni azt, hogy én milyen vagyok. Mert hát, ha valaki esetleg ott a képernyő túloldalán magára ismer, hogy jé, hát ha ő ilyen, akkor nem baj, ha én is olyan vagyok. Igen. De oda-vissza működő dolog, úgyhogy azért van, gondolom. Így van. Természetes dolog. Tehát valamikor ugye komolynak kell lenni, van, amikor tényleg egy előadó művésznek szórakoztatni kell, és igen, mi most azért vagyunk itt, hogy szórakoztassunk titeket. Na, szórakoztass minket! Balkai Laci. Most adtam elő a dalomat, most te jössz! Én jönnék? Persze, ez a szalon lényege, hogy oda-vissza, mint a pofon, csapkodunk, már bocsánat a példáért, de csapkodunk, úgy, hogy téged szeretnélek most hallgatni. Rendben van. Léleküdítő dal. Köszönöm tőled. Szépen. Violetta következik. Violet. Nekem annyi. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Neked annyi? Már hogy? Na, magyarázs, csak ezt meg, ez most megütötte a fülemet. Hát egy ilyen gyönyörűséges hosszú hajó. Gyönyörűséges. Gyönyörű férfi volt a hátam mögött. Lórelej? Igen. Emlékszel arra a dalra? Ó, te balatoni Lórelej. Valahogy így volt, ja. Egy nagyon régi gyerekkorom slágere. Igen. Na ezzel már be is avattam önöket az életkoromba. Ja. Hölgyeim és uraim, ami késik, nem múlik. De hát viszont Violettata nagyszerűen adtad elő. Köszönöm szépen. De igen, ám, valóban igazi fenomenális volt. Violett. Emlékszel te erre a dalra? Köszönöm szépen. Ezek oda már Violett lenne. Nem, nekem Violet. Az jutott eszembe, mikor szombaton éjszakán késik. Az ámburámba dele? Azt nem tudod kísérni? Hú, azt most nem vagyok képbe. Zambu lamba de la, zambu lamba de hi, zambu lamba de la, zambu lamba de. Ezt fogom megtanulni legközelebb. Na, így próbálunk. Szeretném legalábbis előadni nektek ezt is. Nem, szóval eszembe jutnak a szombat éjszakák, mikor mentünk hazafelé, és az ablakokból ilyen bulis hangulatú nóták. Szombat éjszaka. Ez a kengurulóban volt egy demini nóta. Szombat éjszaka. De amit a Violetta most énekelte. Például hagyj helyet magad mellett, ezt elénekeljük még ketten most, Naci, tudod? Hagyj helyet magad. De várj egy kicsit, hagyd kezdj el, ugye, bengetni a gitárját, egy kis türelmet. Hagyj helyet magad mellett, az ablakhoz én is odaférjek. Mesztelen bálathoz érjen a bádom, engedd, hogy megkívánjon, engedd, hogy érezzem, szabad a bal lélegzem, és éhes vagyok és fáradt, magam fajta vajon mit kívánhatna. Te jössz, Naci, tessék! Éleszt, hogy szabadon lélegzek, nem nagyon tudom a szöveget. Hagyj helyet magad mellett! Csak meg, hogy most erről énekeltetek, itt próbáltunk rögtönözni. Van-e, várjál. Csak azért, hogyha mondjuk átjutott volna az X-faktorba, mit lehetett volna vele kezdeni? Most csak ezért tettem fel ezt, hogy... Nem lenne X-faktor. Tehát akkor X-faktor beszertek volna. Különi a mentor az X-faktorban. Igen. És a szigetünk messze került. Te, volt-e már olyan az életetekben, volt-e hogy arra gondoltatok, hogy az lett volna, ha, igen? Mi lett volna, ha volt-e ilyen ha az kivágnak életetekben? A színpadról? Nem, ja, hogyha ha átjutottunk volna? Uh-huh. Hát akkor szerintem hatalmas nagy művészek kiválhattunk volna. Te várjál, most nem akarom cikizni a... tehetségkutatók, vagy a kutató tehetségek. Hát akkor nem maradtak volna azok a nagyon-nagyon nagy remek hangú énekesek, akik ugye megnyerték, na és ott vannak. Az most neked nem elég, Violettám, hogy te ezen a szinten ilyen remekül csinálod innen a Budapest. De nekem ez nagyon elég, és köszönöm szépen, hogyha csak ennyi volt, azt is megköszönöm. Nem, hiszen ez én nagyon sok mindent elértem már ezzel, tehát azt mondom nektek, hogy ha kell, akkor már itt is abba hagyom, tehát bebizonyítottam azt, hogy van hangom, van énekhangom, tudok énekelni. Na, igen, ezzel csak azt akarom mondani. És nem pedig az, hogy jaj, de hülyén énekelsz, ugyanis megsértett engem, de hát nem téma, nem tudom melyik mondta. Fogalmam sincsen, igen, egy énektanárhoz jártunk még anno annak idején a húgával. Igen. És én szerintem igen, tehát én nem fértem volna be, mert hiszen nagyon sok hölgynek lettem volna a korosztályomban, tehát a konkurenciája. Riválisa. Riválisa, inkább de így mondom. De itt viszont nem vagy senkinek a riválisa, itt valóban innen, önmagadat ki tudod teljesíteni. Így van, de most indulok és megyek, és hatalmas nagy sztárrá fogok válni, és remélem, hogy itt a Budapest Európa televíziónál, mert ugyanis... Ugye itt is tudunk csinálni jó nagy bulikat, egyébként rengetegen néznek minket. És nagyon sokan szeretnek engem. Internetes tévé, tehát a www.bpetv.org, ha rákattintanak, gyakorlatilag az egész világ Kanadától kezdve mindenki nyomon tud minket követni, és tud nekünk Lacikám, mit akarok neked gyorsan még elmondani, elnézést kérek, tisztelt közönség, sziasztok! Van még idő, hát még egy jó 3-4 órát mondjam. Hogy engem mi ihletett erre? Én nekem volt egy nagyon-nagyon-nagyon, tényleg azt mondom nektek, egy nagyon-nagyon jó kapcsolatom, ami az miatt ment tönkre, hogy én nem mondtam el neki, hogy X-faktoros párduc nő vagyok, megtudta.
és abban a pillanatban elkezdték őt cikizni, és abban a pillanatban szinte eldobott magától, és nagyon-nagyon-nagyon nagy volt az érzelem. Hát az ő szegénység. És ő elhagyott engem, én utána elmentem Badalacival, felénekeltük az Őrizd meg szerelmünk, adtam neki egy CD-t, sőt, még megnézte és meghallgatta ezt a műsort is, amit csinálok, és sír a srác lelke belül, és azt mondja, hogy Istenem, kit is dobtam én-e. Tehát késő, én szerettem volna vele maradni, szerettem volna a farmot őrizni, illetve szerettem volna főzni, mosni, takarítani, pálinkát főzni és bort inni. És én ezért is énekeltem el azt, hogy nyitva van a barna asszony ablaka, és fenyőfával tüzelek, és a többi, és még mai napig is nagyon szeretem őt, és megvan a kapcsolatunk, de őt nagyon-nagyon kicikizték, és ő ezt nem tudta lelkileg elviselni. Én azt mondom, hogy nem vállalt fel engem. Ja, nem vállalt fel. Nem vállalt fel, és... Na de ezzel mit kell fölvállalni, hogy te egy szereplő, nyilvános szereplő? Elmondtam neki, hogy inkább azt csináltam, mint hogy azt csináltam volna, hogy elmentem volna koldulni az önkormányzat, hogy az, adjatok meg egy 5000-es, hogy ne halljak ilyen. Nekem dolgoznom kellett. Apropó önkormányzat. Adjál pénzt, adjál pénzt. Várjál, figyelj csak, hogy ő mi, elnök asszony? Jaj, igen. Önkormányzat, figyeljetek. Nem önkormányzat, hát önkormányzat is figyeljen ide, igen. Nem önkormányzati elnök vagyok, hanem a 8. kerület és Európa szinten képviselem 8. kerületet, és ez pedig egy civil szervezet, tehát azt szeretném nektek mondani, hogy Európa szinten vagyok elnök asszony, és igen, védettséget élvezek. Tehát, hogyha bárki bánt, akkor azt hiszem, hogy nem ajánlatos nekik tovább engem bántani. Megvédünk. Igen, én végül is tényleg olyan vagyok, mint egy elnökasszony, de nem tudok testőröket magam mellett tartani, nincs autóm, nincsenek ilyen személyi vagyonőrök a hátam mögött. Én nem bántottam senkit, én mindenkinek csak jót szeretnék. Szeretném az, hogy a gyermekek iskolába járjanak, és mindenkinek legyen munkája, és tényleg felülvizsgálni azokat az önkormányzati roma elnököket, hogy hová tették azt a sok pénzt, amit ugye kaptak a gyermekeknek a iskoláztatására, illetve arra, hogy ők egyenek, igyanak és ne éhezzenek. És szeretném megkérdezni, tényleg azt majd meg lesznek azok a szervek, és be fogjuk bizonyítani, hogy mi teljesen politikamentesek vagyunk, tehát mi nem szeretnénk rosszat, mi csak jót szeretnénk adni és biztosítani nekik, a lakosoknak, és aki nem is roma, az is, hogyha éhezik, az is fordulhat mi hozzánk, és azokon is segítünk, hiszen az a cigány a lélekben, akinek már nincs mit ennie, és elszegényedett a mi népünk, és hát azt mondom nektek, hogy igen, tehát kellünk, és hát nagyon-nagyon sajnálom tényleg azt, hogy amiben keresztül mentünk, és mennek ezek a gyermekek, hogy emeljétek ki, hiszen minden roma egy ékszer itt Magyarországnak, és a kultúrát, és a többi kiemeli. Tehát azt szeretném mondani, hogy hogyha ők tovább tanulnak, akkor nem csak ilyen kis látókörük lesz, hanem hatalmas nagy, és széles ugye ott vannak az orvosok, tényleg nagyon a jó zenészeink, és minden, és azt mondom, hogy üdvözöllek titeket, és... Igen, én ezt a posztot megkaptam 2017-02-01-en, tehát igazolványom van, illetve szerződés papír van, tehát mentem. Na, köszöntünk ilyen minőségekben is, nektek. És remek ügyet szolgálsz így a Dalaidon keresztül is. Igen, és szeretném azt tényleg, hogy minden gyermekünk tanuljon, és nagyon-nagyon sok rendvédelmi szeretnék, tehát ők ugye arra megfelelőek tényleg, hogy nagyon-nagyon-nagyon kedvesek. És azt szeretném mondani, hogy itt a Dankó utcában, amikor ugye jöttem-mentem, azt láttam, hogy 15 percenként igenis elmegy az a járőr, és benne egy ilyen roma srác és egy magyar, és nagyon örülnek neki. És igen, én azt mondom, hogy fogadjatok el, és szeressetek engem, hiszen nem ti választottatok meg, tehát ez Európa civil szervezet. És azt szeretném mondani, hogy már 70 elnökünk van, és szeretném azt kérni, hogy szeretnék magam mellé alelnököt, bűnmegelőzési csoportot, stb. Tehát egy olyan 8-10 emberre szükségem lenne, aki csatlakozna. És mi is az ellen vagyunk, hogy ne legyenek bűnözések, és az ellen vagyunk, hogy elfogadjatok, és felemeljétek ugye azokat az embereket, akik a mély szegénységben vannak. Én sajnos nem láttam egy romát sem, úgyhogy a földön fekszik éhen. Sajnos, hogy magyar embereket látok ott, és igen, azt mondom nektek, Laci, hogy nagyon-nagyon sajnálom őket,
és őértük is vagyunk, tehát akik, tehát fedél kell a fejük felé, fölé, és enni kell nekik adni, és nagyon-nagyon sajnálom őket, tehát ezért tehát is vagyunk. Tehát végülis a zeneszalonnak, amit most ti láttok így élő adásban, innen a Budapest Európa televízió stúdiójából, gyakorlatilag egyfajta célja vagy küldetése is, hogy legalább a művészet vagy a zene erejével egy kicsit enyhülést adjunk ezeknek a megfáradt lelkeknek is, illetve erőt adjunk az úgynevezett éplelkűeknek, hogy tudják a mindennapok küzdelmeivel szembe fölvenni igen, a harcot. Igen, és azt szeretném csak mondani, hogy egy pillanatra a másikra lehet mélyre zuhanni. Tehát én bizony, azért mondom, hogy én is milliómos voltam, lehet azt mondani, hogy milliárdos voltam, és ahogy elhagyott a párom, elment, tehát ő örökre elhagyta ezt a világot, én abban a pillanatban zuhantam össze. Egy gyermekkel maradtam itt, ugye beteg lettem én is, a gyerek is, és menekültünk, és azt mondom neked, hogy 5 évig, de tényleg 5 évig menekültem. Volt miből lenni, én vettem házat magamnak, felneveltem, iskoláztattam, jól vagyunk, most pedig szeretném tényleg azt mondani, hogy mivel, hogy én ugye elvégeztem ezeket az iskolákat, főiskolás vagyok, tehát amire én büszke vagyok, ezt mindet ugye én is úgy végeztem el, hogy esti iskolán végeztük el, de szakvizsgázott, tehát ez meg van védve, és vezető vagyok. És hát, hogyha tehetném, akkor most fejet foglalnék egy miniszterelnöki székben, és azt mondom, hogy nagyon jó életet szeretnék teremteni. Nem, jó életet szeretnék teremteni mindenkinek, hogy mindenkinek meglegyen minden, és mindenki ugyanúgy egyen igyon, és mindenki annyit, amennyit szeretne. Tehát ne legyen az, hogy egy édesanyának fáj a szíve, hogy Istenem, nem tudom megvenni ezt a gyermekemnek, ezt a konvercipőt, mert nagyon drága, megveszi a 2000-est, de tönkre megy, és azt mondom nektek, hogy anno annak idején nekünk egyforma volt az iskola, köpenyünk a hajunkat, így van, és azt mondom, hogy inkább azt a világot várnám én vissza a mi mai gyerekeinknek, mert akkor a szeretet megvolt, akkor az anyai puszi megvolt minden nap, és családokat választottak ezért szét, hogy Európa szinte elmentek a férfiak a gyermekek mellől, tehát olyan, mintha nem is lennének, nem lenne apja, elmentek a gyerekeink, aki nekem is nagyon hiányzik, a nagylányom, és nem tudok neki puszit adni, átölelni őt, csak így kamerán keresztül nézni, és közben hull a könnyem. És azt szeretném csak tényleg, hogy mindenkinek legyen munkája, és Magyarország a miénk, és itt éljünk, tehát itt éljünk a családunkkal, és ne legyen az, hogy ő most kiment Amerikába, és New Yorkba, és jaj, de jó élete van, és milliárdokat keresnek, de közben a szeretet, a szerelem, az hol van? Hát ez sehol. Az. Laci, igen. Hol van? Válaszolj, Violetta. Mondjam, vagy mutassam, hol van a szeretet. Mi az, amivel most úgy treníroznál minket, és ahogy a sportnyelven mondják, felkészül Hörker László. A gyerekek, szeressük egymást, gyerekek! Milyen dallal tudnál erre most válaszolni? Kérlek szépen... Hát így fogadja el egymást tudom, minden nemzetiség. Tudom, ami meg fog szólalni, arra rá improvizálok valamit. Egy pillanat, most technikai okok miatt hátat kell fordítanom. Igen, kis türelmet a kedves nézőktől. Önök a gatyábarázom magamat. Zeneszalont a Budapest Európa Televízió stúdiójából nézik élőben a www.bpetv.org. Ha rákattintanak ott a képernyőre, már is láss csodát és lehet minket szemlélni. Nem mondom, hogy ez egy rendhagyó zeneszalon, mert teljesen természetesnek kéne lenni a hasonló zsánerű műsoroknak, ahol valóban a különböző műfajok és típusú emberek. Még gyorsan elmondhatnék valamit egy percben. Egy percben. Egy percben szeretném még elmondani azt, igen, hogy a nagymamám megszült 2 lánygyermeket, az én nagymamám egy svábasszony, sváb embertől. És a testvére az pedig egy roma embertől lett, tehát érdekel van a nénén félig cigány, illetve roma, bocsánat, igen. És én ezért pártoltam fel a romákat. Mi a különbség a kettő között? Mert újabban így mondják, hogy cigány, vagy roma, vagy mi? Hát cigány az a régi nyelven van, a roma igen. Az pedig a mostani nyelven van, és a cigány nyelv az a cigány, aki úgy viselkedik, én ezt mondom, a roma meg az, aki felvállalta a romaságát. Értem. Igen. Tehát cigány lehetsz te is, hogyha cigányul viselkedsz, és nem viselkedsz jól. Vissza kéne hozni a cigány Gyurinak a rádió és muzsika 10 percben. Így van, így van. Hát akkor erre válaszol a parancsolj. Parancsolj, add elő a produkciódat. Énekel, de a cigány vagyok, Árok partján születtem. Na, hölgyeim és uraim, Hörker László.
ez a porból! Előződik lassan néhány jó barát! Rég utad vannak! A cukod az élet körületi pusztaság! Keresd meg egy el nem múló percet! Szemünkben egy boldog világ! Keresd meg, és együtt megtaláljad! Keresd meg tovább! Lassan eljön, sötétek az árnyak, nem látja az arcokat. De ő ész, mégis menne, elütik a város, elcsüketni nem szabad. Keresnek egy önök múló perce, szemünkben egy boldog világ. Keresnek! És együtt megtaláljad! Keresd meg! Tovább! Tovább! Wow! Da-dum-da-dum-da-dum-dum!
Hölgyeim és uraim, önök a Budapest Európa Televízió stúdiójából a Zene Szalon Nem Tévedés Szalon című műsort látják élőben. Látom közben a kedves operatőr kolléga kamerája megremeg a kezében a gyönyörtől és a csodálkozástól, mert majdnem szétfeszül a stúdió itt az energiáktól, és ez az a műsor, ahol a különböző zenei stílusok közötti berlini falat próbáljuk ledönteni, hát már majdnem a földszint alján járunk, annyira döntögetjük. Én egy hatalmas nagy energiát kaptam. Igen? Sziasztok! Én egy hatalmas nagy energiát kaptam. Kaptam most ettől a fiatal embertől annyi hajlongást, életben még nem hajlongott ennyit, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy. Violetta, és néztem itt, a gyönyörű szép jó kis alakodat, minden. Úristen! Hát, nagyon jól néz ki ez a srác. Ezt komolyan mondom neki, Laci! Hogy? Te nagyon jó képű vagy, de tényleg, és nagyon jó macsónak születtem. Így van, macsó, igen. Na. És azt mondom nektek, hogy szerintem hívjatok minket polgármesternek, ugye megyünk fellépni, visszük magunkkal, ugye természetesen Hönner Lászlót, hát Barkai Lacit se hagyjuk ki, de szerintem így mi hárman, így mi nagyon-nagyon megfelelnénk egy hatalmas nagy ilyen show előtt. Tehát ahol, mit tudom én, 15-20 milliárd forintokat szednek be, talán jutna nekünk is belőle egy 3 millió, ugye? Egyébként nem, várjál, Violettám, ha közben nézem itt a stúdió monitorját, és nézem magunkat most is, ahogy egybekép sugárzódik rólunk, gyakorlatilag három minden különböző fazont képvisel. Hol ez zene igen? Minden, még a háború, minden. Hát szól a dal, még kicsit még, és meglátod, Lacikám, még lesz még a világ. Tehát sok lóvé kell ahhoz, ugye, hogy tudjunk finanszírozni, illetve átadni adományokat mindenkinek, tehát akkor vállalunk fellépést. Van az a pénz, úgyhogy van az a pénz. Minden pénzt elfogadunk, és mi minden pénzt megérünk. Így van, mi ketten egy aranycsontok vagyunk. Készakniók vagyunk. Azt hiszem. Igen, erre szok. Akkor bemutatom nektek a legújabb szerelmemet. Én a világ legnagyobb pacsa vagyok. Hörsel Lászlót hallottuk az előbb. Hát mert tényleg... És szerény a végtelenségig, tegyük hozzá. Így van, tehát keresem még a több Lacikat a műsoromban. Gyegek, majd elfelejtem, még van három nótám, azt gyorsan... Meglátjuk, hogy mennyi, mert most van, várjál, 21.33, hölgyeim és uraim, még némi idő van, hogy minket lehet nézni, de előtte eljátszok egy dalt. Csatlakozva, amit Violetta az előbb elmondott, romaságról, cigányságról, felszabadulásról, minden út a Rómába vezet. De legyek az, hogy mindjárt egyformák vagyunk, magyarok vagyunk, és én pedig egy neves nő vagyok, nemes. Egy dalocskát hadd játsszak most el, Tini Krisz roma költőtől. Na. Nehéz a szíve, majd nem szokott. Hová rejtsem e nagy bánatot? Barna bőröt, hólepte, deres táj, tülekedik az érzés, egyre utat csinál. Színű arcomra, szemed barnasága vett árnyékot. Lassan kifehéredem még belül a bánat. Nyomaszt a sötétség, míg belül dúl a bánat. Nyomaszt a sötétség, míg belül dúl a bánat. Nyomaszt a sötétség, míg belül dúl a bánat. Nyomaszt a sötétség. Tini Krisz. Hát, ilyen két Lacit így egyszerűen még nem láttam. Kettő ilyen
Szolgálatokat! Már régóta mi alapítottuk egy duettet, és most hivatalosan bejelentem, hogy Vének tanácsa néven fogok Balkai Laci barátommal duettben muzsikálni. Az igen, akkor most adják. Ez gyakorlatilag a Vének tanácsa zenekarnak az alakuló közgyűlése. Rendben. Hölgyeim és uraim, a Zeneszalon című műsort nézik a Budapest Európa Televízió stúdiójából. Valóban egy szalon, hiszen szándékunk szerint itt fontos a zene, de a háttér információ, tehát ki, amit magáról elmond, a lelki világáról, hogyan születik a dal, miért csinálja ezt vagy azt, vagy miért mutatja be amazt. Itt erről van szó, mint egy szalomban társalgunk. Nemes egyszer is, Laci, bocsásson, hogy szabadom, én nemes egyszer, nekem az ihlet notorius jelegel a budin jön. Uh-huh. Tehát összes saját nótámat, van egy zenekarom, aki még nem tudná, udvarias tömeggyilkos néven van egy heavy metal zenekarom, ami varacskos mezőgazdasági gépfegyver metal muzsikát fakaszt, uh-huh. És pontosan ezt a bandát körözi országosan is a rendőrség a rossz indulatú városi pletykák szerint. Várj, visszatérve most a produkciódra, Lacika, hol szoktál föl, vagy hol szoktatok, most említve a metal bandádat, hol szoktatok föllépni? Kérlek szépen, eddig hivatalosan 6 udvarias tömeggyilkos koncert volt Budapesten. Az első udvarias tömeggyilkos koncert az tavaly szeptemberben volt a Lőrinc Tibi Army Fesztiválon, ami egészen elképesztő módon alakult, botrányba fulladt, azért, mert a Ferike, a dobosunk szó szerint egy perccel mielőtt a színpadra léptünk, lámpalázas lett, és úgy döntött, hogy hazamegy. Erre ott voltunk dobos nélkül. Erre én mondtam, hogy a Csabikának, a Gegen művész nevű kitűnő basszusgitárosomnak, mondom, Csabikám, ülj a dobos dobok mögé, és csörömpölje valamit, ami az eszedbe jut. Csabika ezt be is ült, és valóban freestyle stílusban csörömpölt, ami az eszébe jut. Viszont basszusgitáros se volt így módon, és gyorsan kilacszóztam egy nagyon kedves barátomat, egy igen rutinos, professzionális basszusgitáros, a Baranyai Laci barátomat, a Stressz zenekarnak a kitűnő basszusgitárosat, aki fenomenálisan ellátta a szerepét, és gyakorlatilag nulla próba nélkül színpadra léptünk. Az első nóta, az első szerzeményünk a Giotin Hymnus, azzal nyitottuk meg a bulit, annyira extravagánsan sikeredett, hogy gyakorlatilag kiürült a Traffic Club. Na ez az, ami még heavy metal zenekarnak nem sikerült az egész világon, hogy kipusztul a közönség. Megijedtek. Igen, megijedtek, nem tudtak mit kezdeni a cuccal. Nem vagy te veszélyes, szerintem. Te nagyon rendes ember vagy, ugye? Abszolút. Nyugodj meg, nyugtatnak. Abszolút, egy végtelenül udvarias. De még van még 3 dalod, úgyhogy tömeggyilkos. De akkor befész már bele, akkor képtelen leszel eljönni a Dilidáli műsoromba csütörtökön. Jövök, ez már most csütörtökön? Igen. Király, akkor ami kivarad, azt majd ott előadom. Ezt már le is zsíroztuk, akkor gyakorlatilag. Muszáj vagyunk tartani, gyerekek, a műsoridőt, hölgyeim és uraim, hogy önök se fáradjanak el. Ott a képernyők előtt egy kis lazulásképpen és felcsigázva önmagunk. Szerintem különböző. Szerintem ez a legjobb műsorod. Testrészeid. Nagyon hatalmas, nagyon nagy királyát. Ez orbitális ez a műsor, az évszázad. Te, nőtt már innen ki a kiszeltünde, Anetka, nőtt ki, minden, Anetka, Viola. Rossz lökhárító az Anetka, nem rossz lökhárító. Hello, szia, kiszeltünde. Szervusz, drága. Innen is üdvözlöm. Gyerekek, én a Bavaréra voltam 11 évvel ezelőtt. Várjál, drága Violettám, de most éppen meg akartam kérni a... Meg akartalak kérni, hogy egy gyönyörű szép dallal csigász föl engem. Jaj, csigabiga gyereki, ég a házad idegi. Megvan az az olasz dal? Kosznyejét a repertoárodban?
Melyik olaszalom? Az az isteni, ami mindig sírni szoktam. Akár a kamera mögött állok, akár itt ülök mögött. Énekelek én most így az olaszal, most nincs. Ne kísérjél le engem, és most így élőben énekelek neked egy olaszalat, ami a saját szerzeményem, és olaszul megpróbálom előadni. Én, mint Afrodité, ugye, mint szerelem istennője helyett, T-Violettától fogadjátok szerelem. Így születik egy dal. Így születik egy dal. Nem a tornéról lesz, hanem egy nagyon szép lassú. A cappella. Adesso io e cantare tu, rara chitarra e vamo chiamo. Adesso fare l'amore, bacio. Adesso io ti amo. Molto grande, ma è negli occhi. Io vai, tu vai. Andiamo adesso. Dove vai? Dove vai? Oh, 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 oh. E tu vuoi domani? Adesso tu e music italiano dono do te fare l'amore amore ti amo mert sokszor az a vád ér minket, jól lettem, de ezt, azt hiszem, ezt te is jól tudod, hiszen te is egy műsor készítő kolléga vagy, királynői kolléga, hogy az a vád éri sokszor a műsor nézői részéről minket, hogy állj csak, tátodnak az emberek, minden playbackkel, meg minden. Nem igaz, nem igaz. Íme a példa, hogy itt élőben vagyok, így születik egy dal, Violetta hozzáadta jó, a tehetségét. Jó, akkor most magyarul is szeretném ugyanezt elénekelni, hogy legitározzád, jó? Tegnap még voltál, de nem, ma már nem vagy én. A szívem úgy fáj, majdnem belehalom. De most érzem szívemben, hogy szeret, úgy kérlek, ölek. Elnéztem így a monitoron keresztül magunkat, amit a kedves nézők is látnak otthon a karosszékben, remélem abban ülnek, vagy már dobtak most egy hátast. Most pedig az, hogy ki volt itt, ki járt itt, kinek a pipája maradt. Itt csak egy perc. De várjál. De ki járt itt, kinek a pipája maradt itt. Csóról a cipipája maradt itt. Hajaj, da-da-da-da-dam. Ezon túl Violetta. Violetta művésznő, királynő és műsorvezető társamat hallottátok most egy nagyon szép év. Ízig vérig élő, tehát mi nem csalunk, nem ámítunk. Hölgyeim és uraim, minden a Budapest Európa
televízió stúdiójából a Zeneszalon című műsort lehet még nézni egy darabig. Meddig először van átra? Még van 10, azt mondja 21.44. Jaj, azt majd kihagyjuk, várjál. Várjál. Most egy 15 percnyi időnk még van, addig nézzetek bennünket, mert érdemes. Nézzük ki a műsor. Most meghallgatjuk, a rock-and-roll. Meghallgatjuk, hogy Hörchen Lászlónak még mi van a tarsolyában. Betolom, a nyakatokban vallom, gyerekek, Schubert mesternek a Tisztán című szimfóniáját. Laci, a rock'n'roll elkaphatnék, még csak egy percig hadd énekeljem el. A korrekt vádalkóban betolok egy nótát utána. Jó, jó, nyomjad, na, akkor egy nótát. Hagyd tapossak rá. Hörchen László következik. Állj hátrébb, hogy befogjon téged a kamera látószöge. Ez a hip-hop viszont, nem is balkarai lassan véget ér a 20. század, divatba jön gázállat, gyölődnek vége hátról. Zuhansz a mélyből, nincs Vegas! Vigyázz, itt lőnek! Gyilkossa hát! Mindenki fel! Mindenki lázad! Ilyen ez a század! Mindenki fel! Mindenki lázad! Ilyen ez a század! Hamarra küld egy apurók, odána tesznek a doktorok. Vakarod a sebeket az arcomat, lőzzem a dögszagot magadót. Zuhansz a mélybe, nincs Vegas! Vigyázz, itt lőnek, gyilkos a harc. Mindenki fel, mindenki lázad, ilyen ez a század. Mindenki fel, mindenki lázad, ilyen ez a század! Dam! Da-da-da-da-dam! Dam! Da-da-da-da-dam! Félek, ne buszod meg élve! Beleszaladt holnap a késbe! Elkapcsol vágnak és kösz! Kedves Brit-szelvőr! Zuhansz a nőbe! Nincs igaz! Vigyázni lőnek! Gyilkos a hat! Mindenki fel, mindenki láz, ilyen ez a százal. Mindenki fel, mindenki láz, ilyen ez a százal. Da 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 dam. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Hölgyeim és uraim, mindenki őrizze meg továbbra is a nyugalmát, nem kell félreérteni, valóban jó csatornára kattintottak, ez itt valóban a Zeneszalon című. A Shy Guys innen a Budapest Európa Televízió stúdiójából nem vagyunk formabontóak, nincsen ilyen szándékunkban. Mi egyszerűen önmagunkat adjuk, ahogy egy szalomban a szokás. Hogy is szokták mondani, mikor bepipul az ember. Nem, önmagunkat adjuk valóban. Realizáljuk magunkat. Három különböző. Én szerintem átveszem ezt a műsort, illetve csinálom. Három különböző egyéniség van. Violetta hozzáfűzte a kommentjét. Az igazgató urat, hogy nem csinálhatnánk egy Hop Pankings műsort. Becsukta az ajtót, inkább kiment a vezérlőbe. Kész ki vagyok, dr. Brody Péternek. Kenye Antwoord. Azt mondja, hogy 21 óra.
arra, hogy mennyire őrültek vagyok. Violettám, egy bocsáss meg, egy kis türeményes pillanatot kérek szépen, mert... Extázisba vagyok, bocsi. Ne haragudj, én előttem egy ilyen férfit. Ismerik azt a... Én meg itt állok. Hát ez borzasztó. Ez nem egy társkereső műsor, ez a Zeneszalon című műsor. De hát hiába extázisba jött. Extázisba. Féljel, míg a földön dobálom magamat, repülj rá. Mekkora sor lenne. Rendben! Te! Merítj! Várjál! Lacika! Na csinálj a Lacikát! Figyelj csak, ezek után neked hiányzik, Violettám, hiányzik a gitártörés, vagy egy új műfajt teremtett? Feltétlenül, inkább egy új műfajt, nem kell az a gitár. Hát az élőben nem, a felvételről fog majd. Hát persze, na most figyelj, Lacikám, akkor felkülnél azt csinálsz még egyszer, hogy repüljek rád. Repülj rá. Violettám. Repülj, babám. Betolok egy nótát, és repülj közben rá. Jó, nyomjad. Jó. Nyomjad, jó. Kicsim, nyomjad. Hát, a sok Hörcher László következik, hölgyeim és uraim. Most Bocsán, őt fogjuk nézni. Egy valami nagyon szépen. De ne dobjál magadról. Ez az. Egy, kettő, három. Yeah! Csöget füleket tönketek el! Nem értik meg sokan a zenőt! Ördögi körbe vissza az út! Nincs jó barát a falon túl! Örült ember vagyok! Van a fején rohanhatok! Az istenekkel hatalkozom! A csillagokba nem jutatok soha el! Jeriko! Jeriko! Falaporba hullott rég! Jeriko! Jeriko! Mulantó a dicsőség! Jeriko! Jeriko! Falaporba hullott rég! Jeriko! Jeriko! Mulantó a dicsőség! Ez minden! De várj, várj, lesz még több! Eljutunk a falak mögé, a kürt hangjával lerombolom, meghalljátok a győzelmi induló. Jéko! Jéko! Falaporba hullott rég! Jeriko! Jeriko! Mulantó a dicsőség! Jeriko! Jeriko! Falaporba hullott rég! Jeriko! Jeriko! Mulantó a dicsőség! Jeriko! Jeriko! Falaporba hullott rég! Jeriko! Jeriko! Mulantó a dicsőség! Jeriko! Jeriko! Falaporba hullott rég! Jeriko! Jeriko! Mulantó a dicsőség! Tam-tam! Ez nagyon jó volt, ez jobb volt, mint a gitártörés szerintem. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, ilyenkor egy műsorvezető a helyzet magaslatán továbbra is igyekszik megőrizni a nyugalmát. Igen, valóban ezt a Zeneszalon című műsort nézik még néhány percig a kényelmes otthoni milliójükből, hölgyeim és uraim, Balkai László vagyok, és még... Voltam, majdnem azt mondtam. Szerintem nem sokára. Nem lesz belőle semmi. Letiltanak a hírközlési hatóságtól. Ezt a műsort úgy agyon vágtuk, mindenütt csak kell. És de szerintem. Violetta művésznővel, Isten ilyen. Jobban jár az igazgató úr, hogyha azonnal feltetheti a YouTube-ra, mert ez lesz a legnagyobb humor, Hoppenkings műsor, úgyhogy ez nagyon igen. Szuper volt, Laci. Egyéb iránt, abszolút. Várjatok. Abszolút jól érzem. Várjatok, addig, lassan így a műsor vége felé. Majd fel van egy utolsó zárónóta, ami tökéletesen... Csak... Van, gyorsan csinálj. Nukleáris világ! Várjál, Lacika, mielőtt az utolsó dalt eljátszod, azért próbáljuk megfogalmazni, hogy a nézők kicsit helyre tegyék magukban, mi ennek a műsornak az üzenete. Violetta, mi ennek a műsornak az üzenete? Hát én szerintem ez egy ilyen humoros, hogy az emberek egy kicsikét ugye felébredjenek a bánatukból, és rögjenek egy jó nagyot. Én ezt így vettem fel. A feszültség, ami bennem volt itt belülről, az kijött, mert aha. Ugye láttam őt itt, hogy tényleg nagyon szépen előadta magát, és abszolút nem érzem a veszélyét el.
én nem érzem úgy, hogy Divi házból lennék, most vagy bárhol, jól érzem magam, hiszen egy nagyon-nagyon jó előadó művész, ugye Höfner László, tehát én azt mondom nektek, gyerekek, hogy a legszebb... Az egy Hörger! Hörger Maximus! Laci, mindegy milyen Laci. Szólítasz akár Pontifex Maximusnak is. Pontifex Maximumnak nagyon-nagyon jó humora van, és egy imádni való ember. Szerintem ő most túlélte magát itt ebben a műsorban, és ettől kezdve szerintem remélem, hogy egy hatalmas nagy előadó művészé fog válni. Nézőknek hagyd mondjuk el, hogy először Laci előadja magát, utána Violetta adja elő, amit van, és jó, aztán pedig befejezésül, mielőtt majd rátérnénk arra a produkcióra, az élő műsort a szokásos árzpoétikával fogjuk majd zárni. Úgyhogy ennyi kis türelmet még kérünk tőletek, hölgyeim és uraim. Továbbra se kapcsoljátok be a mobiltelefonotokat. Először hallgassuk meg Hörger László záróképét, előtti záróképét. Igen. Az ember nem nyugodhat, amíg a földet elpusztítja. Kezében sors és az emberiség. Hazugság lesz minden szava, emberi lelkeket bitorolja. A sötétség mindenkit fél, folyik a vére minden felől. Nukleáris világ, öröm félelem, ez az a végkel. Nem kell nekem, nukleáris világ, öröm félelem, ez az a végkel. Ez kell nekem. Életünk megszület egy perc alatt. Mindegy tovább, mint csak egység. Elpusztul a föld és az emberiség. Ura világ, mindenfelé. Nyilkos sem álltunk és kegyetlenül. A sötétség, mindenki fél. Hiába nézünk az éghelőt. Nukleáris világ, felfélelem. Ez az, amit kell, ez kell nekem. Nukleáris világ, a félelem, ez az, ami kell, ez kell szépen! Hát még ilyet az életemben nem láttam, hallott, te még a nukleáris háborút is túl fogod élni. Hát te jöttél ide edzeni, minden, úgyhogy ez a stúdió, ez mindenre való, igen. Hát úgy láttam, hogy hatalmas vagy, nagy hatalmas vagy, kondit nyomtál ki magadból.
Hát ez borzasztó, hogy hogy... Nézzük, lefogják, le is fejelték magukat szerintem. Hát ez borzasztó. Rendben vagytok, még oda haza, kedves nézőim, K.O. Laci, Violetta, Violetta itt vagy, Bea, Ibike, Ibi Blue, gyereke, mindenki. Szerintem ezt nem tudta volna ki se Bea, se Ibike, se K.O. Laci, senki. Nem tudtátok, hogy gyerekek, Violetta sok rendesen kell viselkedni a stúdióban. Na, tehát ez gyerekek állítólag egy zeneszalon. Tilos randolírozni a zeneszalonban. Rendesen kell viselkedni a zeneszalonban. Mert végünk van Bálkányi Laci, kitét minket a zeneszalonban. Nem, ez engem jellemez ez a zeneszalon. Nagyon jó volt ez a műsor, úgyhogy piszok jó. Gyakorlatilag ez képviseli az én szabadság, vagy néha szabadosság utáni vágyamat, Lacikám, hogy mindenfajta műfajt meg kell becsülni, és meg kell őrizni. A csávot, még az életemben ilyen koncertet én csávon, ingyen nem vettem részt. Gyere a következő udvarias tömeggyilkos koncertre. Te jó, és gyerekek, most még hallgassuk nem meg. Szeretnék. Gyerekek, hallgassuk meg szeretnék. A gyönyörű szép könyvfakasztó, olvasztó igen. Violettát, ja. És utána még engem befejezésül, okay. És majd még jön majd később egy ráadás. Jó, rendben Violettán van. Egy gyönyörű szép álomba ringas engem, vagy ja. Álomba ringat egy dalga, amit annyiszor így, hallgattunk. Így élőben énekeljek neked, vagy nem. Kérünk egy valami most szépen? Valami gyönyörűt, valami igazit. Akkor valami szépet kérünk szépen a Save Your Life, vagy valami oda ki van mentve, valami szépet, hogy nem is tudom. Ja! Hohú! Ez a legjobb! Na gyere, cigány lányok, táncolj nekem rá! Most képzeld el, hogy te lány vagy! Da-da-da-da-da!
köszönjük szépen, most foglaljatok helyet egy pillanatra, Lacikám, te is foglalj helyet. Violettám, te is vedd ki a kezedből ezt a hosszú, Én úgy gondoltam, hogy ez most egy korbács, és jó elverem vele, de hát nem akartam. Hölgyeim és uraim, köszönöm. A Budapest Európa Televízió stúdiójából lassan bezárja a zeneszalon a kapuit. Én minden esetre boldog vagyok, hogy igyekeztem saját önmagamat adni annyiból, hogy mindenfajta műfajnak, még ha az nagyon nagy kontrasztnak is tűnik, igyekeztem teret biztosítani, teret nyújtani, és megszerettetni oda át a képernyők túloldalán, hölgyeim és uraim, hiszen ez a zeneszalonnak a célja, fogni egy pillanat, és hagyj játszam el befejezésül. Hagy búcsúzom én is el, tehát akkor szeretettel búcsúzom a tisztelt nézőktől. Csütörtökön 20-22-ig találkozunk. Ugyanitt 20-22-ig. Ugyanitt, aki szeret énekelni, aki nem tud, az is jöjjön, majd megtanítjuk, ugye? Így van, tehát Balkai László, Violetta, Örkel László. A végre szóhoz jutok a végén. Hát így jártál, műsorvezetőtársadat behívtam, így jártál. Örülök, hogy itt voltatok, és örülök, hogy néztetek minket. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik ócska, csorkát, töröttet, ami új megény. Gyermekjátékot a boldog fogócska, rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Fogjátok meg egymás kezét. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hizzunk, marás, a város, a perek. Fagyott kamrák kilincsét fölszaggatni, s rakni, adjon sok-sok melege. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni!